Nem csak Balatonfüreden készülnek a vitorlázok a közelgő kék Nagy Attila és csapata az alsőörsi vízügyi kikötőben horgonyozta le versenykatamarányát a Black Jacket. Tavasz óta innen indulnak a körökre. Ha stílszerűen fekete hajon nem is, de a kormányosa, a többszörös európai és világbajnok Roland Gébler 2010-ben egy Ventilo 28 ar már nyert kék A német kormányos három éve a Blackjack csapatát erősíti. Reméljük a legjobbakat. A kékszalag nagy kihívást jelent a vitorlázóknak. A Balatonon a széliránya állandóan változik, de éppen ezért, vagy ennek ellenére nagyon szeretek itt vitorlázni. Minden évben visszatérek, idén a felújított Blackjack-kel és új legénységgel vágok neki a versenynek. A legénység tagjai rutinos vitorlázók. Április óta keményen készülünk a kékszalagra, meglátjuk, hogy sikerül. Hogy álltok most a felkészüléssel? Hát ahogy a Roland is említette, ugye egy teljesen új csapat találtunk elő. Ugye voltak a régi hajóról két-három ember, aki a régi Blackjack-kel vitorlázott. Ugye hát először is meg kellett tanulnunk az új hajót, ugye magában az összeszerelésben, mint a vitorlázásában, és hát valóban keményen dolgozunk április óta, hogy oda tudjunk érni. Vannak igen komoly ellenfeleink, hát tényleg ez egy sakjáték, és megpróbálunk a legjobbat hozni magunkba. A Blackjack 2017-ben a harmadik, 18-ban a nyolcadik helyen futott be. Július 18-án lehet javítani.